Sziasztok! Így a kora reggeli órákban azért ragadtam kamerát, mert egy nagyon érdekes jelenséget szeretnék nektek megmutatni. Erről már volt szó a lemezgarázsomnál, viszont ez a lemez tetőnél is működik. Ez most a mi kis kiülőnk teteje, amit náttetőről lecseréltem ilyen trapézlemezre, és mutatnám nektek, hogy ha figyelmesek vagyunk, akkor látszik, hogy itt a felületén bizony pára kicsapódás van. Ennek az oka ugye a harmadponti pára kicsapódás, ami azt jelenti, hogy így a reggeli órákban a levegőben lévő pára, az a hideg felületre, a hidegebb felületre ide kicsapódik. Ennek ugye az az oka, hogy az éjszaka folyamán lehűl ez a lemez, és mikor reggel a levegő hőmérséklete magasabb lesz, mint ennek a lemeznek a hőmérséklete, és az történik, hogy a melegebb, páradós levegőből itt a hideg lemezfelületen egyszerűen leadja azt a különbséget, amit tartalmaz, és ilyen hőmérsékleten, ahogy itt a lemez a levegő, ott már nem tudja magában tartani. És nagyon érdekes ennél a lemeznél most, hogy itt ezen a felületen viszont nincs pára lecsapódás. És miért kívülről van a pára lecsapódás? Adódhat a kérdés, hiszen ilyenkor mindig alul csapódik ki a pára. Nézzük is meg. Ha figyelmesen megnézzük, akkor bizony, ameddig itt a pára áteresztő Master Plus fólia van, odáig kívül csapódik la a nedvesség. Míg, hogyha tovább megyünk, ahol már nincs a fólia, nem halad tovább, hiszen nincs, ami megtámasza, ott pedig Alulról csapódik ki, ami egyébként megtörténik akkor is, ha nincs semmiféle fólia és szigetelés a lemez alatt. Tehát ez lesz az oka annak, hogy a nyakunkba csöpög a lemeztetőről a képződő nedvesség. Azt már bemutattam a lemezgarázsomnál és a ponyvagarázsomnál is, hogy ahol egy vékony szigetelő anyag is kerül a lemez alá, ott ez történik, hogy nem belül történik meg ez a csapódás, hanem a külső felszínen. És azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen

fólia, egy ilyen pára áteresztő fólia is ugyanezt az eredményt éri el. Nem tudom, hogy a többi e, ilyen tetőfólia is így működik-e, de ezek szerint ez annyi szigetelést nyújt, mint egy vékony filcréteg, ami a ponyvagarázsomnál működik. Ez már annyi szigetelést nyújt, hogy ezt a pára lecsapódást a lemez külső felületére tolja ki. Ez szerintem nagyon jó dolog, hiszen azért tesszük fel, hogy ne csöpögjön rá, így viszont nem fog rácsöpögni, mert kívül fog lecsapódni. Tehát nagyon érdekes, hogy nincs is szükség innentől Kezdve erre a follyára, mert a párolyocsapódás a lemez külső felszínén történik meg, és az pedig az esőcsatornába egyszerűen belecsorog, hogyha akkor mennyiség képződik természetesen. Tehát, ha bármilyen lemezfedésű tetőt is építetek, legyen az egy ilyen előtető, vagy legyen egy ház tetőszerkezete, akkor mindenképpen alkalmazzátok ezt a módszert. És valószínűleg ez működik, hogyha kasírozott a lemez hátoldala is, mert ebben az esetben is a külsejre tolódik ki a a Na most ott azért van probléma, tehát milyen helyeken szabad kasírozott hátoldalú lemezt használni. Például az ilyen helyen, ami nálam is van, csak egy hetet kellett volna várnom erre, hogy kasírozzák a lemez hátoldalát, tehát nem volt rá időm, csak ezért nem azt alkalmaztam, egyébként ezt szerettem volna. Viszont ott nagyon ügyelni kell rá, hogy csak abban az esetben szabad kasírozott hátoldalú lemezt alkalmazni, hogyha jól előző a tetőnk. Tehát abban az esetben, hogyha ez egy zárt tető, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy teszünk egy ilyen kasírozást, mert nagyon könnyen előfordulhat, hogy amit magába vesz nedvességet, az nem tud kiszáradni, és ebben az esetben bizony be fog penészedni, be fog rohadni. Most meg szerettem volna mutatni itt a ponyvagarázson is ezt a jelenséget, viszont érdekes, hogy itt nem jelentkezett ez a, ez a pára kicsapódás. És érdekes módon a lemezgarázson sem jelent meg ez a pára lecsapódás. Ezek szerint, ha tető lemezről van szó, akkor ott valamiért jobban lehűlt, vagy nagyobb a Különbség. Elképzelhető, hogy ennek ugye zárt a belseje, és emiatt nincs akkora hőmérséklet különbség most, hiszen valószínűleg melegebb van bent a garázsban, mint idekint, és most fölmelegedett ugye a külső hőmérséklet, a külső levegő hőmérséklete, és nincs akkor a különbség, mint ez az éjszaka alatt lehűlt volna, most hidegebb lenne, a levegő felmelegedett volna, és kialakul ez a hőmérséklet különbség. Itt most ez nincs jelen, és a ponyvagarázs is be volt zárva, tehát ott sincs meg ez a hőmérséklet különbség. Na ennyi volt ez a rövid kis videó, és hogyha megfogadtok egy jó tanácsot tőlem, akkor mindenképpen tegyetek a lemezgarás tető alá is, tehát a főső lemez alá is ilyen masterplast tetőfóliát, mert ezzel megakadályozzátok azt, hogy becsöpögjön bizonyos esetekben a nyakatokba a nedvesség meg az autótokra. Fotókat kaptam egy ilyen lemezgarázs tető szigeteléséről, ahol nem alkalmazott az illető ilyen tetőfóliát, hanem egyszerűen a szigetelő anyaga lemez alá került közvetlenül, már amennyire a fotóból kiderült számomra, és alá pedig OSB lap került. Na, ez, ez nagyon rossz ötlet. Tehát itt a szigetelőanyag, a szálas szigetelőanyag magába fogja venni a nedvességet. Viszont megvan az esély annak, hogy itt is kifedé tolja majd a szigetelés miatt a párollacsapódást, és akkor az esetben megbúzta ezt a helyzetet. Tehát nagyon kíváncsi lennék erre, hogy ha nem teszünk ilyen párazáró akkor igazából követünk -e el hibát, vagy sem? Papíron igen. Viszont a valóságban lehet, hogy ez, ez másként alakul. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!